Kréta a legrégebbi ismert civilizáció központja. A görög szigetek közül a legnagyobb és a legdélebbi. A tengerpart mindenhol gyönyörű és sok a homokos part. Mi is itt töltöttünk pár hetet. Krétai kalandozásaink néhány pillanatát mutatjuk be most. Tartsatok velünk! Elefoniszi. Kréta délnyugati részén egy apró kis sziget, ahová gyalog is át lehet sétálni a szárazföldről. Az egyik legszebb és legkülönlegesebb partszakasz Krétán. Strandja olyan, mint a földi paradicsom. Kellemes hőmérsékletű, kristálytiszta, égszínkék tengervíz, fehér homokkal és apró, rózsaszín koralltördelékekkel borított tengerpart. Ha esetleg úgy jöttök le, hogy nem hoztok magatokkal úszógumit, semmi probléma nincs. Itt ugyanis be lehet szerezni. 14 euró. Ez a nagy. Az unikornisos. Ugyanakkor a méret, de egy hattyú, az már csak 12. Ha lenne drónom, akkor csinálnék ilyen felvételt is, mint ez. A víz maximum 1 méter mély, strandolásra és búvárkodásra is alkalmas. A strand erős szélnek van kitéve, magát a vízfelületet nem zavarja, és időnként kellemes is lehet a nagy melegben. Emellett a szörfözők kedvenc helye. A sziget természetvédelmi területnek lett nyilvánítva. Nincs árnyék, és mivel a tengerparti székek és napernyők nem megengedettek, kevés ember jut hozzá. Itt nagyon oda kell figyelni a napvédelemre. Én szinte egész nap egy lenge, hosszú jó inget viseltem. Santorini egy kör alakú vulkanikus szigetcsoport. A sziget ma Európa egyik legismertebb és legnépszerűbb célpontja. A tipikus instafotók helyszíne. Nyáron több mint 1 millió turista látogat a szigetre, többségük hatalmas óceánjáróval. Mi is így érkeztünk, mindössze egy napra. A buszos túrán meglátogattuk a kötelező turista célpontokat, ahol hatalmas volt a zsúfoltság. Ha megtehetitek, béreljetek autót, így elkerülhetitek a nagy tömeget. Maga a város a fehér falakkal és a kék tetejű házikókkal igazán varázslatos hely. Magasan a sziklafalra épült a város, így a házikók nagyon közel állnak egymáshoz. Kertjük, udvaruk nincs. Egy-egy kis terasz szinte minden házhoz tartozik, ahonnan a kilátás páratlan.
Az egynapos szárazföldi buszos túránk első állomása a Kreosz Ortodox Kolostor a 14. századból, ami jelenleg is üzemel. Egy kerámia készítő műhelyt is meglátogathattunk, ahol a gyönyörű kerámiák megcsodálása mellett mi személyesen is kipróbálhattuk, hogy hogyan is kell agyagból kis korsókat készíteni. Túránk utolsó állomása a Zeus barlang. Egy kis, rövid sétával, vagy akár szamárháton feljuthatunk a barlang bejáratához. A legenda szerint itt táplálták kecsketellyel a csecsemő Zeust. Gyakorlatilag egy gyönyörű cseppkő barlang, ami szabadon látogatható. Köszönjük, hogy velünk tartottatok kis krétai túránkon. Ha tetszett a videó, ne felejtsetek el feliratkozni. Kalandra fel!